Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, államalapító Szent István királyunk ünnepén. Most a Szent Mise kezdetén megáldjuk, megszenteljük az új kenyeret. Gondolunk magyar népünkre, nemzetünkre, saját jövőnkre, saját munkánkra, kérjük a mindenható Úristen áldását. Segítségünk az Úr nevében! Uram, hallgass meg könyörgésünket! Az Úr legyen veletek! Könyörögjünk! Istenünk, gondviselő Atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma az évben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Testvérek, a Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt itt a földön, országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy akit a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben.
a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Szent István király példája az igaz utat mutatja. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja a lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, mibe botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved középében. Mert élet annak, aki megleli őket. Gyógyulás az egész testének, nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tarts távod magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges, sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra, ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábodat. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye.
lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalók a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! És a telkettel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőségnek Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és nekizódult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Erre Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, kedves Szent Istvánt ünneplő közösség! Azt kell mondanunk, hogy kereszténységünket és magyarságunkat tekintve mindannyian beleültünk a készbe. Kitaposták előttünk az utat. Volt idő, amikor ezeknek a ránk hagyott és ránk bízott értékeknek a megtartásáért küzdeni, szenvedni kellett, de alapjába véve hitünket és nemzeti öntudatunkat örökségként kaptuk. Őseink, mindannyiunk ősei, akiknek a történelem folyamán mondhatni a semmiből kellett talpra állni, valahol érezhették, hogy mekkora kihívás volt Szent István királyunknak a semmiből fölépíteni valamit, amelyről senki sem tudta teljes bizonyossággal megmondani, hogy az örökösök, vagyis mi, megbecsüljük-e, vagy sem. Mert minden örökség ilyen. Fölépítesz egy életművet, és miközben dolgozol, keresed, hogy amit fölépítettél, olyannak add át, aki azt majd megbecsüli, megóvja,
és hozzáteszem, gazdagítja, tovább szépíti. Nagyon-nagyon zárójelben jegyzem meg, minden egyes papi áthelyezés is ilyen. Örökség, amit kapunk az elődünktől, gazdagítani, megtartani, s ami olyan, azt elhagyni. Attól, hogy őseink gondoltak ránk, és példájukkal alapot adtak személyes életünknek, a mi felelősségünk nem szűnik meg. Magyarságunk, kereszténységünk nem merülhet ki abban, hogy nosztalgiázgatunk. Nem attól vagyunk magyarok, és nem attól vagyunk keresztények, hogy lengetjük a magyar zászlót, és vasárnapról vasárnapra eljövünk ide a templomba. Attól vagyunk magyarok, és attól vagyunk keresztények, hogy tovább gazdagítjuk, amit őseink ránk hagytak. Tehát azt kell mondanunk, hogy ennek az országnak 1000 évvel ezelőtt volt egy államalapítója, most pedig itt vagyunk mi, állam formálói. Egy nemzet jellemét, szellemét, szellemiségét leginkább arról lehet megismerni, hogy kiket tekint hőseinek, példaképeinek, és ezekről milyen képet rajzol meg saját magának, és a körülötte élő nemzeteknek is. Magyar népünk, nemzetünk számára mindig is a legnagyobb tiszteletben mindenkor első szent királyunk volt. Szent István, aki sziklára építette országunkat. Mi az ő üzenete mai korok keresztényeinek és magyarjainak? Egyáltalán tegyük fel a kérdést magunknak. Fogékonyak vagyunk mi Szent István üzenetére? Van-e nemzetünkben annyi alázat, hogy beismerjük Szent István királyunk egykori választásának mindannyiunk életében újra és újra, napról napra meg kell ismétlődnie? Kereszténység vagy pogányság? Élet vagy halál? Túlélés vagy beolvadás? Ne legyenek illúzióink. Kelet és nyugat kapujában, napjainkban is még nagy harcok várnak nemzetünkre. Gondolok itt a menekültekre, az illegális bevándorlókra. Mit tenne ebben a helyzetben Szent István királyunk? Fiához, Szent Imre herceghez írt intelmeinek 6. fejezetében ezt olvassuk a vendégek befogadásáról és gyámolításáról. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, így különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másutt lakjanak. Testvérek, mi a helyzet azokkal a jövevényekkel, akik nem akarják sem gazdagítani, sem emelni országunkat? Sőt, ellenkezőleg, csak az előnyöket akarják használni, és semmit sem akarnak tenni. Kérdezlek benneteket, hogy kell-e az ilyen jövevényeket befogadni? Szükséges-e a határon kerítést építeni? Szükséges-e az illegális bevándorlókat visszatoloncolni?
Ezzel kapcsolatban eszembe jutnak Krisztus Urunk szavai. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az mint tolvaj és rabló. Aki nem az egyenes úton közlekedik, ott valami hamisság van. Aki nem egyenesen jár, ott valami titkolnivaló van. Szent István királyunk és őseink egy olyan országot akartak hátra hagyni, amelyben mindannyian megtalálhatjuk szerető Istenünket és otthonunkat. Érdemes megszívlelnünk ezzel kapcsolatban Békés Gellért bencés atya szavait. Az emberiség jövőjét is úgy tudjuk elképzelni, hogy egy-egy nép nem egymással szembe vallja magát annak, ami, hanem a másikkal együtt, és megélve saját nemzeti jellegzetességében az egyetemes humánumot. Vagyis magyarul vagyok ember és keresztény. Magyarul lenni embernek és kereszténynek, mindkét vonatkozásban csak úgy élhetünk, csak úgy fejlődhetünk, ha egyre jobban átöleljük, egyre jobban megismerjük a múltunkat. Tegye a Jóisten szent lelke által a lelkünket képessé arra, hogy ismerjük fel őseink erőfeszítését, értékét, és mi magunk is beálljunk ebbe a sorba, ebbe a munkába, és tartsunk ki abban, melyen az Isten bőséges áldása nyugszik. Végezetül mindannyiótok szívébe szeretném írni Alföldi Géza Csak a gyökér kitartson című versét. Kint a szőlőkben emlékszem rája, deszkakunyhónk előtt állott öregapám diófája. Ha vihar támadt szőlőkötözéskor, dörgött az ég, csattant a villám, füstölt az úton a felpaskolt por, ahogy végigverte a dörgő esőostor, bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem, miként robognak a felhők az égen. Nagyapám a fát leste, vajon elbír-e a széllel? Recsegett, ropogott öreg teste, a szél a gajakat csomósan tépte, hullott a zöld dió áldott termése, mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta, de győzte a vihart öregapám konok, törzse kopott diófája. Csak a gyökér kitartson, még ma is hallom, motyogott nagyapám, nem lesz baj, gyerek, dió lehullhat, új tavasszal terem az ág újat, ág is kinő a letépet helyére, de ha a gyökér nem bírná tovább a diófának, kisunokám vége. Most is vihar, szél tépi, rázza, de állja a vihart Árpád vezér ezer éves öreg diófája. Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek, tapadnak a földre, hogy termés legyen az örök magyar szőlőhegyen. Hogy élni tudjon dió, levél, ágak, adj, Uram, elég erőt a harcos diófának. Lehull ezer dió, millió lesz holnap, letörhet száz ág ezer nő helyére, s ha csupán a csonka törzs marad, ha új tavasz zsendül, kifakad. Uram, csak te lássad, hogy ezen a véres, küzdelmes harcon a gyökér kitartson, a gyökér kitartson. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született,
az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek képből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közben járására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közben járására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen,
a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk. Szent István király közben járására védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, s add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Emeljük az Úrhoz! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az égi homályban a krisztusi hajnal fényét, s egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljon, Krisztus a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel, s az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük, és hangos szóval énekeljük. Dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, s második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattal, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő tisztaságos jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királyunkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Miklós és Lajos püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot, s egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét,
Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten váránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten váránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk! Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, megköszönjük Fekete Roland atyának, káplán atyának a búcsú ünnepi szentmisét. A Szent István szent ünnepét a pápai, az ő áldásával és a pápai és magyar himnusszal fejezzük be itt a templomban. Mivel, hogy elállt az eső, úgy döntöttek, hogy a maga Szent István ünnep a város részéről, pedig itt kint lesz majd a templom kertben. Szeretettel várunk mindenkit oda. Kedves vendégeinknek, dunaharasztiaknak, minnyájuknak áldott szent ünnepet kívánunk. Ugyan én a magam szent miséjén mondtam, hogy mi hármas ünnepet ünnepelünk, hiszen ünnepeljük a magyar királyt, aki országot alapított, ünnepeljük, aki a keresztény Magyarországot megalapította, és ünnepeljük mi dunaharasztiak a búcsunk ünnepét, és így Szent Istvánt három szempontból is köszöntjük, és kérjük a közbenjárását.
áldott szent ünnepet kívánunk mindenkinek. Fogadjátok az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mennyei Atya, s őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Amen. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadjátok és gondosan neveljétek a gyermekeket, a boldog magyar jövő zálogát. A Szentlélek Úristen egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.